Szeretettel köszöntöm a Korhatártalanul nézőit, és egy olyan hölgyet hívtam vendégségbe, akivel az életünkben nem túl gyakran találkoztunk. De nagyon kíváncsi vagyok rád, és szerintem most fogunk legtöbbet beszélgetni, és talán majd folytatjuk kamerán kívül is, úgyhogy soma szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen a meghívást. Nem ezzel akartam kezdeni, de mégiscsak, mégiscsak uh, ejtsünk szót arról, hogy ugye te már mindenkinek Soma vagy. Amikor ide beléptél, mégis udvariasan a teljes neveddel, Spitzer Gyöngyiként mutatkoztál be. De ez a Soma, hát ez vagy te, ugye? Hát az a helyzet, tudod, a becenév az olyan, hogy menné jobban akarsz tőle szabadulni, annál jobban rajtad marad, mert hogy én azért lettem Soma, mert Somogyi voltam, hivatalosan 25 éves koromig. Én akkor visszakértem az eredeti családi nevet, mert úgy, a 20 éves korom körül tudtam meg, hogy névváltoztatáson esett át még a dédnagypapám. És akkor a, ugye a 20 éveim elején én így rájöttem, hogy én nem akarok olyan nevet hordani egy életen át, amit félelemből változtattak meg. És akkor visszakértem az eredetit, de hát a somát még a soliban a torna tanár dobta rám, mert egyébként minden somogyi, somogyvári, somhegyi a soma lesz. Úgyhogy ebben semmi különleges nincs, és most már jó ideje, nem is szeretem a somát, hanem vagy a gyöngyit, vagy a somítát szeretem. És somának már csak az ilyen nagyon távoli emberek, akik ezt nem tudják szólítanak, de a környezetemben már senki nem somáz, vagy ha somáz, akkor horkantok egyet. De jó, hogy ezt így rögtön Igen. az elején Igen. szóba hoztuk, Igen. És, és rögtön magyarázatot is kaptunk, úgyhogy akkor mostantól gyöngyi leszel nekem Köszön. is. Azzal szerettem volna a beszélgetést kezdeni. Én nem tudom, olyan 5-6 évvel ezelőtt egy TV felvételen futottunk össze, és te már kész voltál, én készültem, és én már nem tudom, hogy a beszélgetés hogy fordult oda, hogy vagy te vagy az akkori riporter kérdezte, hogy van-e állatod, Judit, és mondtam, hogy nem, nincsen, majd ha megöregszem, lesz egy cicám. És annyira aranyosan így elnevetted magad, és biztos, hogy az volt benne, hogy hát majd, ha megöregszik, hát ez a nő, hát ez öreg, és azóta, várjál, várjál, azó, azért azóta ez kutatások bebizonyították, hogy a korunkhoz képest nagyjából 15 évet görgetünk magunk előtt, tehát egy hozzánk képes 15 éves emberre már azt mondjuk, hogy idősödik, jó, ne az öreg szót, de idősödik. És én annyira jót nevettem akkor ezen, amikor ez, ez, a, ez, a, pillanat úgy fel is szoktam idézni. No, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy te magad hogy viszonyulsz az idő múlásához. Well, van egy sorozatom, most már öt éve az új egyensúly.hu oldalamon, ami úgy indult, hogy az öregedésem megfigyelés naplója. Tehát öt éve kezdtem el. Öt éve kezdtem el, ugye most vagyok 57, Igen? tehát 52 évesen Igen, nagyjából el akkor el. 52 évesen kezdtem el, de amiután. Ö, a ismerőseim, barátaim, meg így a sorsi elémtolt a dr. Bruce Lipton az új biológia nagy atyának a kutatásait, meg a legújabb erre vonatkozó kutatásokat. Mi szerint a génjeinkben nincs is benne az öregedés kódja, hanem valójában az öregedés is egy hát egy, egy ilyen tömeges hitrendszernek a következménye. Ez az utána átértem az idő múlásának megfigyelés naplójává, úgyhogy már nem is szeretem az öregedés kifejezést. Na de hogy, hogy élem meg? Nézd, a midlife eleve egy olyan dolog, mint a kamaszkor, amin át kell menni, aki azt mondja, hogy ésszeresen veszi, az, az úgy gondolom, hogy a homokba dugja uh -huh. a fejét. Mert ez egy olyan nagy identitásváltozás, vagy identitás válság, azt is kimondhatom, tehát nekem az elmúlt legfőképp mondjuk olyan 7 éve, tehát 50 éves korom óta folyamatosan mennek a mantrák, hogy ki vagyok, mi vagyok, akkor mihez értek én igazán, mibe érdemes még energiát rakni, miben vagyok én igazán jó, vagyok-e én valamiben igazán jó, mi az, amivel hasznára válhatok a társadalomnak, mi az, ami, ami, egózás, fecsegés, még kompenzálás, mi az, ami tényleg igaz, mi az, ami lelkesedésből jön. Szóval ezek a kérdések foglalkoztattak leginkább. Az egy dolog, hogy a, a, a klimaxos hőhullámok fák, mert erre te nem tudok udvariasan és szépen reagálni, mert az komolyan mondom, egy pokoljárás. De most már, most már ilyen kilábalóban vagyok belőle, de nem túlzok, ha azt mondom neked, hogy nekem volt kettő évem, amikor egy éjszaka 45-50 ki- és betakarózás, vékony, pap, vékony takaró, közepes paplan, vastag paplan, pólupulcsi, gyapjupulcsi, ablaknyitás, fűtés nincs ja, nálunk, Féri... illetom, azért fűtés himo nincs, is. E férjem kopaszodik, sapkában könyörög, legyen már fűtéses tér, nem maradjon rajtad a sapkon, érdekel, szóval nekem a, a klimax részében a, a hőhullám a legdurvább. Külsőben nagyon nem sokat változtam, pár kiló följött egyébként, ami ellen, hát mondjuk úgy, hogy megint van egy ilyen hullám, hogy lesz jövő február 24-én egy nagy projektem, és arra megint úgy gondolom, hogy na, azért egy tized gurítsunk már lenne Itt legyen. legyem le? Áruld el a titkot, hát Már ő... én vagy három évvel ezelőtt szépen 13-ot legurítottam, és ilyen alattomosan mászik vissza, és most, most, most ezen küzdök. De ugye, tudod, az nem igaz, hogy... 70 évesen már mi a fenének? Hát, Te gyönyörű nő vagy, bár én bár nem bár Jó, de én amikor mondani. a pocakom hamarabb beír egy szobába, mint én magam, jaj, akkor, jó, jaj, na, de asszony. akkor hogy, hogy gurítod le azt <laughs> na, a tizet? Én még előbb befejezem ezt az öregedés témát, aztán a gurításra megyek rá. Tehát egy a külsőmmel különösebben megbarátkoztam, mert egyrészt nagyon szerencsés bőrgenetikát hoztam anyukámtól. Anyukám 83. éves, és úgy képzeld el, hogy egy, ra, egy szarkalábja nincs. Csak a nyakán látom az öregedésnek a jeleit de konkrétan nulla ránc, és mi ez a fajta vagyunk, ilyen volt a nagymamám is, hogy nincs ráncosodás. Romlékony a fogsorunk, őszülünk, az ellen ugye lehet tenni. A fizikonyság, és hát igen, ez a hőhullám a legdurvább az egészben. De egészséges Vaj, vagyok, igen, abszolút. Én minden áldott nap egy óra joga, utána a gyakorlatok, sőt most már a, a transzcendentális meditációt is bevezettem, és hát minden este, vagy amikor otthon vagyok, otszogás a kutyával, mm -hmm. eh, emellett eljárok hetente egyszer úszni, biciklizek, szóval tehát én minimum egy órát minden nap, tehát az én függő jó. vagyok. Több és jelentest. bármikor spárgázok, és 30 <laughs> fekvőtámaszt megcsinálok, tehát nekem az fontos, hogy kemény, feszes Há. és rugalmas is legyek, mert a fuckable nő 3F szabálya fényes formás, feszes, az a férfinek kellemetes. Szóval, hogy gondolom, hogy legújítom? Várjál, várjál, még akkor egy, egy, azért akkor egy gondolatra maradjunk itt az idősödésnél, mert amikor az ember az 50en túljut, akárhogy szépítjük, és hogy mondják a tudósok, 120-130 évig is élhetnénk, de valahol megjelenik, nekem valahol megjelenik a gondolatom, és nem napi szinten, és nem gyötröm magam ezzel, de ez a végesség. És ahogy fogynak az, ahogy telnek az évek, azért időnként ez előugrik. Tehát téged foglalkoztat-e, hogy ennek majd egyszer vége? Persze, hogy foglalkoztat, hogy ne. Én be is szereztem már ezelőtt, vagy tíz évvel voltam egy ilyen halálkonferencián, és ott árulták az összes kultúrának a, a, a halálkönyvét, mert nem csak a tibetének Hi. van, hanem tényleg majdnem minden kultúrának. Tehát egy, egy könyves sornyi, polc sornyi halállal foglalkozó könyvem van, amiben még csak bele, -bele de igazából pár évvel végeztem egy Alberto Violdo ö, ö, a kurzust, aminek az utolsó része a tudatos meghalás, illetve hogy ha egy halottunkkal, ha szerettünkkel 48 órán belül találkozunk, hogyan segíthetjük a lélek energetikai lenyomatának a kihúzását a testből, és én ezt tavaly meg tudtam az, az apukámmal csinálni, tehát egészen közelről frissen érezhettem a 48 órán belüli holttestével, ahogy, ahogy még a a lélek maradékai, vagyis annak a lenyomata kijön belőle, és ahogy kommunikáltunk utána heteken át, ahogy olyan közel éreztem magamat az apám, a magamhoz az apámat a halál előtt és után, mint életében soha. Ezt nagyon furcsa Hihetetlen. így mondani. Tehát én mindenképpen szeretnék tudatosan elmenni, készülni rá. Sőt, hát ha akkor is úgy gondolom, és lesz hozzá elég erőm és bátorságom, akkor magam kilépni, sőt a férjemmel együtt úgy döntöttük, hogy együtt kilépni. Nem, hogy nem félek a haláltól, hanem nagyon sokszor vágyok rá. Például a múlt héten is volt két egész napom, amikor azt éreztem, hogy olyan erős a halál vágyam, hogy le kell, hogy állítsam, mert ez már nem jó. Mert hogy nekem vannak emlékeim, az előző életeimből, tehát hogy nekem semmi kétségem afelől, hogy egy nagyon izgalmas körforgásban vagyunk, és hogy az a, azokon a bardókon keresztül, ami ugye a halál után még van, visszakerülünk a forrásba, a saját lélekcsaládunkhoz. És hogy ez egy ilyen idéglenes kaland, és mindig azzal múlik el leginkább a, ez a. Jó értelemben vett halálvágy, tehát nehogy azt itt, hogy ez depresszió nem vagy szomorú. Tehát nem vagyok se szomorú, se depresszió, se életünk tele vagyok tervekkel, csak néha úgy megérzem, hogy milyen, milyen csodálatos lesz az a megpihenés ebből a fajta. Hát nem azt mondom, hogy üzöttségből, de de azért egy olyan korban élünk, ami már csak ha a kornak a, a nyomását, a, az energia térnek a nyomását, ami most van, érzékelednie olyan. Hú, de jó. Ez. jó de hát... Ö... És akkor arra gondolok, hogy de hát ami legjobban érdekel, azon kívül, hogy, hogy hogyan változik a világ, és még milyen szolgálataim lehetnek, meg milyen csodálatos fejlődéseket élhetek meg, meg milyen tudatszintváltozásokat, hogy, ha engem nagyon izgat, hogy nagymama legyek, és aztán déd nagymama legyek. Úgyhogy adj magadnak Én sok, szeretek, szeretnék déd nagymama is lenni, tehát hát uh, abszolút megvan nyug, az esélyed, 30 évet gyerekei. szeretnék élni, és aztán majd, ha jön még néha a halálvágy, akkor mindig így, nyugi már, mindjárt <laughs> úgy is eltelik, de tényleg mindjárt, hát mi ez az, ez egy ennyi Röppen. röppenés röviden a 10 kiló legurításáról, igen. mert még millió dologról szeretnék, igen, de ez igen. érdekel. Hát nyilván ahhoz, hogy ennyi kiló lemenjen, kell valami változást behozni. És én behoztam egyik az abstinenciát, most nem alkoholista voltam, de azért, hogy heti két-háromszor szerettem esténként egy-két-három egy, deci bort meginni, Nyáron fröccsben, és akkor rájöttem, hogy nem lehet fröccsözni sem, mert az tömény cukor, meg plusz étvágyat csinál. Tehát azt kivettem, nyilván kivettem a fehérlisztet, azt mindenki kiveszi, és betettem most már a gyors séták végére a sprintet. Uh -huh. És hogy elkezdtem szokatni magam a sprint sprinthez, Én meg jön, a futáshoz. Energia, Igen. Vagy Illetve egy-egy kiváltok ilyen porokkal. És akkor most már valami. Hát négy kiló mínusz oh, már elindult, az. az, az komoly. Csak a tengerben. A mozd, hát lehet, Jó, hogy de így. Jó, így. Jó, Igen. Te magadnak alakítottál ki az évek alatt olyan életet, amiben, amiben benne van zene. Kurzus tartok, tanulok, könyvet írok, és persze emellett van két gyermeked, és most csak a Jéghegy csúcsának némely ágát jelöltem meg. Tehát ez a sokféleség miből alakult ki? Vagy ez a sokféleség iránti igény miből alakult ki? Egyből eszembe jutott, hogy ötödikes korunkban az osztályfőnökünk azt mondta, hogy három szakörre lehet csak járni, és én titokban ötre jártam. És eszembe jut, ahogy tanultam, úgy szerettem tanulni, hogy volt egy nagy sezlónunk, és szétterítettem rajta a könyveket, és tulajdonképpen már akkor azt csináltam ezt a szétszóródó, van előnye, hátránya, hogy jó, akkor mit tudom, én tanultam földrajzot x ideig, amikor azt untam, jó, akkor most matek. És hogy valójában ez a szétterítettség maradt, és én ezt állandóan nyírom. Tehát olyan vagyok, mint egy fa metsző, állandóan metszem a saját ágaimat, most már nyilván ennyi idősen azzal a tudatossággal, hogy... hogy, hogy és itt most az Edericsi, Balaton Edericsi házunk régebbi gazdájának a tájszólásában mondom, amikor láttam, hogy nyírja az almafánkat, ilyen vastag törzseket is fűré, lefűrészel. Mondom, Imre gazda, mit csinálsz? Ekkora ágat meg ilyen hatalmas lefűrésztelsz? Akkor most mit akarsz, hogy sok kicsi gubics almád legyen, vagy kevesebb almár legyen, de szép nagy? Na, és itt, itt jött a tanítás, hogy nagyon sok kicsi gubics almád van, ezt egyébként a Midlife még jobban felerősíti, hogy egy kis apró almácskát akarsz még termeszteni, vagy akkor még ezt is levágjuk, meg ezt is levágjuk, és akkor legyenek, legyen kevesebb, de az nagyobb, mert ez szerintem a sarkalatos pontja, vagy legalábbis az én életközép válságomnak, hogy mennyire hatékony és tényleg szükséges az, amit csinálok. Úgyhogy, és hát vagyok egy ikrek arhetipus, uh -huh. tehát én nem csak hogy ikrek napjegyű vagyok, én arhetipikus ikrek vagyok. Ez iker-iker, ik ugye? Ikrek napjegy ezt? vagyok, uh -huh. mérlek azt dupla-dupla-dupla levegő. Tehát egy nagyon erős merkúri jegy, aki állandó érdeklődés, kíváncsiság. Tehát most, hogy lemetszegetem magam... Járok szeptembertől a Momentánhoz improvizációt tanulni minden hétfőn. Igen. Elvégeztem egy playback színész alapképzést, úgyhogy van egy saját kis csoportom, azokkal összejárunk playbackezni. Járok aranykolászos gazdaképzésre, és most fűvésznek, tanul, fűvésznek tanulok. A <gül> <gül> és hát amellett meg ugye van négy weboldalam, amiből mindjárt hat lesz, mert már kettő kész van, csak az be kell aktiválni és hát van két nagy csapatom, akikkel csapatom, tehát tulajdonképpen pont most egyeztettem egy barátnőmmel időpontot, hogy nekem november közepéig már nincs szabad hétvégém, és úgy alapvetően már a jövő év is eléggé kirajzolódik. Egyszer nekem valaki magyar ember, de Amerikában él már sok-sok éve, és akkor, mert én is szeretek sok mindent, hát közel sem olyan sok minden, mint, de azért úgy több dologban benne lenni. És azt magyarázta, és ezzel cseng össze, hogy egy dologban kéne elmélyülni, és akkor leszünk abban közel tökéletesek, de nem vagyok képes, és azt gondolom, te meg végképp nem vagy képes. Tehát elmélyülhetsz a dolgokban, de nem tudsz csak egy dologra, vagy nem akarsz ez, inkább? Ez nem, nem? az én alkatom. Uh -huh. Én erre nem vagyok képes, és mondom, már kiskoromban is ilyen voltam, tehát ez nagyon alkati. De minden esetre erről eszembe jutott az a tanulmány, amit Amerikában csináltak uh, tizenvalány éve, és uh, több mint tíz éven át uh, csinálták ezt a tanulmányt. Olyan sikeres embereket válogattak össze, akik nem csak sikeresek, hanem boldogok is, mert azért ez nem feltétlenül párosul. Igen. És az eh, sikeres és boldog emberek eh, alapvető szokásait összefoglalandó 11 néhány pontnak az első pontja az volt, hogy minimum kettő dologban elmélyülő és két dolgot művelő emberek, ami nagyon ellentétes, mondjuk filozófus, kertész. Uh -huh. Tehát nem... Aki csak egyben mélyül el, és nem talál mellé valamit, ami balanszírozza ég és föld között, mert végül is a között e, egyensúlyozunk, az ki fog égni. Az mitől függ, hogy mikor kezdesz neki egy könyv? Tehát, hogy úgy összeáll a fejedbe, és azt mondod, na, akkor most nekiülök, vagy, vagy mi, mi az, amikor arra vágysz, hogy nem tudom, színpadon, és énekelj, és zenésztársakkal együtt légy? Ezt több hetes belső összegző munka előzi meg, amit nekem szinte kényszeresen le kell írnom a naplomba magamnak, mert én 13 éves korom óta naplót írok. Minden nap szinte? Volt, amikor minden nap, most heti-két heti, két heti uh -huh. teljesen hektikus van, hogy három nap egymás után, és van, hogy három hétig nem. Uh -huh. De Végül is csak az elmúlt pár éve kezdődött ez a hektikuság, mert volt egy időszak, amikor hát napi rendszerességgel, vagy két napi, tehát én függő ö, vagyok. Nem szeretem a grafumánt szót használni, mert, Nem, mert az több az helyen, az helyen az már ilyen végig lett az igen, egy ilyen. Igen. Tehát nekem ez ez is az életem része, mint a jóga, és képzeld el, hogy a pont a nyaralás, Alatt, amikor úgy azt éreztem, hogy én a végre megérkeztem a nyaralásba, már kezd lebomlani a sok nyári dolog, tábor, fellépések, koncertek, stb. És arra keltem fel hajnali 5 órakor, hogy annyira fáj a keresztcsontom, hogy józik a szemem, se jobbra, se balra fordulni. És hatkor kilökött az ágy, egyébként én bagói vagyok, tehát én eljárt mm -hmm. fél egy körül szeretek lefeküdni, és ilyen 8-9, inkább fél 9 körül kerni. No, mindegy, 6 órakor kilökött az ágy, és három órán át írtam a naplomba, amíg át nem rendeztem, hogy akkor most, jó, Gyöngyike, most mi fér bele ebbe a 24 órába, hogy ne csak almagubicskáid legyenek, mi az, amit későbbre kell rakni, mi az, amit tömbösíteni kell, mi az, ami most dörömből benned, mi az, ami üvölt és prioritást kér, és akkor ezt szépen 28 oldalban leírogatta, minden oldallal egyre jobban tisztult, mint a hagymaiakat, ahogy szedem le, és a végén megmarad egy, Kettő, három, ez most a prioritás, ezt csináld, ezt most engedd el, nem végérvényesen, tehát most az írás az egy, le, el van téve egy polcra, mert az most nem fog beleférni, és tudom, hogy majd visszamegyek hozzá, és majd mélyülök benne, de valójában a lényeg az, hogy az, hogy éppen mién van a hangsúly, az egy mindig egy ilyen intenzív mély-belső összegzésnek a döntése kell, hogy legyen, és nem csak úgy ma ide sodor az élet, mm -hmm. oda sodor az élet. A férjem otthon úgy becész, hogy naptár mert mm -hmm. hogy mazsola a mazsi az egyik becenevem, és hogy a család minden történés az én naptáramtól. Függ. Hát kénytelen Állandóan nem? tele van a naptáram. Nagyon tetszett nekem valahol azt mondtad, hogy mentális és lelki takarító nő vagyok. Először is ehhez kapcsolódóan az érdekel, hogy, hogy magadnál is takarítasz? Már nem is kérdezem, hiszen az előbb is tulajdonképpen, amit most elmeséltél, ez is a takarítás Abszolút. egyik formája. Abszolút. vagy megélhet. Állandóan takarítok. És például az is nagyon érdekes, hogy a midlife kezdett előjönni, hogy magától kibukkannak a, a lelki pormacskáim, e de a semmi közben, nem tudom, a hagymát, és ezt is beugrik, ami régi, ostoba döntésem, mások, főleg a mások megbántására vonatkozó Neked van ilyen? Mm. Hogy fej, ahogy ha, ha ugye az élet túl van az halladsz. ember, hogy én hogy mondhattam ennek, mm. ekkor annak az embernek ezt? Meg én hogy gondoltam, meg mennyire buta, meg felszínes, meg milyen hülye voltam? Mm. Ma hajnalban mentem ki a vécére, és félhangosan mondtam, mm. Jaj, de hülye voltam, jaj, de hülye voltam. És visszafeküdtem, szépen visszaaludtam. Nyilván lerendezem, megbocsátom, akitől még tudok, és aktuális elnézést is kérek. Tehát ezt rájöttem, hogy ezt jó tisztázni. Egyébként ez is a halára való felkészülés. De az idősödésnek ez is egy nagyon szép része. Igen. Én nem a halálra készülődés miatt mondom, hanem, hanem amikor az ember felismer, meg elenged, meg hagyja, meg nem bolygatja már vissza a jelenbe. Mm -hmm. Tehát, hogy, hogy én, én, nagyon élvezem az idősödésnek ezeket. Persze most mondhatnák azt, hogy persze sokkal jobb, hanvas, üde, friss, futó, ízé, Én, én most sokkal harmonikusabb vagyok, én mint is. 20, 20? Jézus! Tehát én 40 éves koromra a férjemtől az egyik ajándék az a Ciklon című dal, amit ő írt nekem. Hát hiszem nem kell, nem kell részletezni, hogy ez mit üzen. Tehát ne, nekem... Így lelkileg sokkal nyugodtabb, sokkal békésebb mm. és sokkal erőteljesebb, és nagyon-nagyon élvezem az 50-es évek azon ajándékát, és szerintem a 60-asban mm. meg a, a, még csak fokozódni még. fog, hogy tudok, gyorsabb, sokkal gyorsabban hozok döntéseket pillanatok alatt tudom, hogy mi igen, mi nem. Például a napokban felkértek egy most induló biztoságban, hogy nagyon menő és izgalmas lesz ilyen több hetes bentalvós reality show műsorra, és azonnal tudtam, hogy ne, hát ebből én már kinőttem. Ez már nem az én műfajom, köszönöm szépen. És tudom, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt még, ezen még nem tudom, három-négy napig így mérlek azt ennél, így, hát ja, igen, de nem, ja, de igen, de nem. És most sokkal gyorsabban dönt és erősebb az a stabilabb az az értékrendszer, ami szerint élünk, hogy meg jobban vigyázunk az energiáinkra. Hát meg az időnkre, meg az mert, mert az idő, idő is felértékelődik. Ugye az előbb is felsoroltad, hogy most mi minden új dolog kerül majd az életedben, mi minden újat tanulsz. És ugye már egy kicsit visszaidézted az előbb a kislánykor, vagy kamaszkorodat, mikor otthon és tanultál. tehát az a kép rajzolódott ki, ahogy készültem rád, hogy, hogy gyerekkorodban egy, egy nagyon szorgalmas, Igen. nagyon szófogadó, tanulni szerető, Eredményre törekvő, tehát a rajzversenytől, igen, ugye nyertél rajzversenyt igen, is. Igen. Na, az majd igazán idős éveimben jön elő a rajzolás. Alig várom. Alig Már most fotózom a vizeket, mert a víz tetején csillogó fényizgat a legjobban, meg a hullámok. És van egy gyűjteményem belőle, hogy azt szeretném majd idős éveimben. És akkor, hogy visszatérve ahhoz a gondolathoz, ugye azt mondják a pszichológusok, lehet, hogy ezt te jobban tudod, hogy aki gyerekkorában ilyen szófogadó, jó tanuló, az az, az ideális, ha egy, egy fiatal ajtócsapkodással lép ki az életbe. Na most nálad volt ilyen ajtócsapkodás, tehát a szófogadó eminens gyöngyike kirobbant, mert azt képzelnénk. Hát a, a, az uh -huh. tulajdonképpen ahogy e, elköltöztem Hajdú-Nánásról a beköltöztem, szembe költöztem Debrecenbe két év, ott két évre utána húsz évesen Budapestre és akkor ömlött az underground tehát hogy ott az a hat... lázadás volt a korábbi lázadás. Jövő, vagy... De már én valójában már a gimi is elkezdtem a magam Aha. szerény módján lázadni. Aztán rájöttem hogy ott ö, annyira be vagy szorítva most a két apró példát mondok ö, az egyik, hogy keresztet tettem a nyakamba, hat, hát hat, az, hat az, hát ez, írunk 66, 83-ban, nem, nincs kereszt. És megmondta az osztályfőnök, hogy vagy kereszt, vagy kiszes vagy, de ha nem vagy kiszes, akkor nem támogatjuk a felvételjét. Tehát be vagy kényszerítve igen. egy helyzetbe. Vagy magamnak kifúrtam még egy lyukat a fülemre, mert én fúrnék magamnak, és akkor behívtak a tanáriba, hogy ez, ez nem különcködünk a fülbe, egy fülbe való, való. Tehát, hogy én akkor már éreztem, hogy én torkik vagyok ezzel, hogy, hogy hogy veszik a bátorságot, hogy az én testem, az én szabadságomban ilyen szinten belenyúlnak, de rájöttem, hogy sokkal jobban járok, hogyha én ezt kiírom, a művészetben valahogy megélem, akkor jött a szürrealizmus és egzisztencializmus iránti szerelem, de ahogy lekoccoltam, leléptem, akkor az felrobbant, akkor fülbevalók tömkelege, pipázás az utcán, Budapesten őrült performancek, tényleg tudnám sorolni neked, hogy miket csináltunk, becsöppentem tényleg az underground kultúra kellős közepébe, egy luxus volt az életem, így visszagondolva is, hogy, hogy milyen művész élet vett akkor körbe. És azért ott, ott, nagyon hagytam a nem jó kislányságomat megélni mindenféle szempontból, tehát az egy nagy, nagy topzódás volt. És végül is utólag így nézve, hogy már én egy leszelidült, már nem vadkanca, hanem zablára tört nő lettem, vagy vagyok, azért az a régi Soma, mert az még Soma volt, az nagyon tudott polgárpukkasztó lenni. Szabad, odamondós, oda vele fó, Igen, állós. Jócskán tévéztem még, és én emlékszem, mert Díri Jancsinál voltál talán ez először, az volt de aztán először. a Fodor Jancsá, a szintén jó Igen. barátságban vagyunk, és jól emlékszem, hogy szinte hogy zsongott a szerkesztőség, és akkor az a Soma jön, és ki az a Soma? is? Ugye az volt az a korszakod, Igen. amikor már nekünk abban a ö, hát hogy mondjam kicsit fegyelmezett televíziós világban nagy dolog volt hogy be Engedtek egy ilyen hát, vadócot, de, hogy de engedtek, igen, igen, egy vadóc, Igen, voltam, így igen. Igen, abszolút így van. egy vadóc voltam, mm, egy, mm. egy zabolátlan vadkanca voltam, és, és kerestem is a határaimat, és izgatott az én határfeszegetés. Most is izgat, de már most másképpen izgat. Uh -huh. Engem mindig érdekel az, és nem akarok mindig ilyen mereven visszatérni, gyerekkor, gyerekkor, de például a szüleid, ezt a vadóc korszakot, vagy ezt a nem tudom, hogy te magad, hogy nevezed életednek ezt a szakaszát, de a szüleit hogy tolerálták? Ugye Hajdunánás egy kisváros az Alföldön. Hát az anyám, ő nagyon elfogadó, és ő is egy nagyon különleges asszony. Az apám pedig nagyon-nagyon nem szerette, nem díjazta, és amikor 18 évesen kiderült, hogy én nem felvételztem csak a színművészetére, és a Kosut Egyetem magyar történelem szakára nem, akkor volt az, hogy akkor ott utoljára, hogy úgy megvert, hogy még belém is rugdosott, és üvöltötte hajdubőjörű tájszólással, hogy az én jányomból nem lesz bohóc színész kurva. És mondtam, és akkor egy kézzel feltam, nem mondom, de az leszek. Az leszek, ami akarok, ha kell, akkor bohóc színész kurva. Két évig nem is találkoztam, nem is mentem felé. Tehát, hogy annyira ott volt bennem, hogy hogy képzeli, hogy majd ő fogja megmondani, hogy én merre és hogyan és mit, amikor tulajdonképpen. Soha nem támogatott, vagy legalábbis akkor így éltem meg. Tehát nekem nagy munka volt az sebb kidolgozása, hál' Istennek, mert egyébként az én rakétám két dolog volt. Az egyik, hogy az anyám, aki egy rendkívüli szép nő, ilyen gyönyörű asszony, még most is mint te, tehát rendkívüli szép nő, volt, és rendkívüli tehetséges, tehát minden a mai napig több mint száz verset tud, olyan előadó művészi kvalitásai vannak, és úgy mond verset, ahogy kevesen, de nem volt a tehetségéhez ambíciója. Tehát láttam, hogy micsoda nyomorúság a tehetség, ambíció, bátorság nélkül. Az apámnak meg valahogy sose voltam elég jó, és állandóan bizonyítani akartam neki. És az anyám helyett és az apámnak bizonyítva ez egy olyan rakéta lett, hogy tulajdonképpen 46 éves voltam, amikor uh, széthajtva magam, mindegy, elmentem egy hónapra tájföldre vizet nézni. És a, amikor meglett a szállásom, az első nap lett egy olyan lumbágom, hogy hétrét görnyedve uh, jöttem ki a kis faházikóból. És akkor a belső hang azt mondta, hogy jó, most keres egy medencét, addig úszok benne, amíg ki nem tudok egyenesedni, addig mm. vizitornázok, összerakom magam. És életem először a egykori mesterem Szepes Mária néni megjelent bennem, tiszta tudattal, fényes nappal, és azt mondta, hogy lejárt a rakéta, amit eddig hozott, vége El, ez a hajtó erő már nem visz tovább, találd meg az igazi hajtóerődet. És akkor jött 46 évesen, hogy ez semmi más, nem lehet csak a szolgálat. Tehát csak az, ami által, ami belőled jön, de mások javára válsz vele. Mikor vetted azt, és miből vetted azt észre, hogy te hatással vagy? Tehát nem csak így kedvesen elbeszélgetsz koncert után, vagy, vagy bármilyen helyzetben nőkkel, hanem egyszer csak elkezdett benned a vágy, vagy épp a körülötted lévő nőkben a vágy kialakulni azután, hogy hát tanítsd, vagy építsd, vagy segítsd őket. Hát az egy dolog, hogy akkor még volt az a kifejezés, hogy mindig is egy lelki szemetes láda típus hát voltam. Ez a igen, igen, de hát ez, ezt az anyámtól hozom, aki mind a mai napig hiába beteg, már idős, mennek állandóan mennek hozzá a lelki problémás, vagy éppen meleglevesre vágyó, tehát hogy ő, ő több árva gyereket gondozott, nálunk mindig volt öreg ember, hajléktalan, tehát hogy ő egy nagyon-nagyon nagy szociális érzékenységgel megáldott különleges ember, tehát ebben nőttem föl. Plusz négy kisebb testvérem van, tehát egy eleve egy gondoskodás szükséglet alakult ki nálam. De az igazi áttörést az tulajdonképpen pont jövőre lesz 20 éve, hogy a nőklapja kávé hozta, mert hogy amikor elindult idén ősszel 20 éve a Megasztár, akkor megkereste pillanatokon belül az akkor induló nőklapja káfé, akiket először elküldtem, hogy nincs több kapacitásom. Megjelentek másodjára, akkor is elküldtem. Megjelentek harmadjára, és akkor azt mondtam, jó, akkor most megkérdezem magamtól, van-e ezzel dolgom. És kimentem egyébként a Budakalszi bányatóhoz, ott kérdeztem meg mindig a belső hangot, hogy akkor légy mondd meg, van e dolgom, és akkor jött a válasz, hogy igen, legyen egy válaszadói rovatod, bátran a semmibe bele, csak úgy, mert ez azért végül is, hát mire fölválaszolgatok én, de valahogy ez jött. És és tulajdonképpen annak a sikere az annyira döbbenetes volt nekem is, a Nőklapja is, tehát hogy nekem eszembe se jutott, hogy könyveket adjak ki, eszembe se jutott előtte, semmilyen szándékom nem volt, hogy én lelkisegítő segítő legyek, vagy mások problémáival foglalkozok és rajtuk akarjak segíteni, bármely módon, de olyan szinten mutatta az élet, hogy az egyik kapu, az, a zene elkezdett bezárulni, szinte durván erőszakosan, és majdnem azt mondom, még a szakma szerint is igazságtalanul, a másik meg elkezdett dübörögni. Tehát ugye online pontosan lehet tudni, hogy hányan klikkelnek a, a cikkedre, és torony magas volt mindenki fölött, engem is meglepett, őket is meglepte. Másfél év után én akkor azt mondtam, ja, hát ez ilyen sikeres, és akkor elkezdtem észrevenni, hogy magamat ismétlem, mondom, hát akkor ezt tanulni kell. És akkor én 39 évesen elkezdtem négy évig pszichológiát tanulni, de mellé tulajdonképpen az a rengeteg öngyógyító módszer, amivel magamat segítettem, az adott a legtöbbet. Tehát a saját önbizalomhiányomból, apasebemből, anyösebemből, abból a sérült kislányból kiszedni és gyógyítani magam, amit nyilván én azt gondolom, hogy majdnem, hogy egy élet folytik tartó történet. És és valójában igen, ez hozta a fordulatot. Hét évig volt ez a válaszadó íróvatom, mellette még két évig a nőklapján is, és közben párhuzamosan tanultam, és akkor volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy most már annyira sok technika, eszköz van a kezemben, hogy hogy nem elég most már, hogy hogy leveleket írogatok, hanem hús-vér- Szaga is legyen, meg tudjam fogni, nőket akarok, és nyilván mindig meghatározza a, azt, ami a te hivatásod, amiből te jöttél. Tehát persze, hogy azokból lesznek az igazi gyógyítók, akik magukat is gyógyítani akarják. Pont erre gondoltam, hogy, hogy amikor, mert most egy, egy példát mondjak, mondjuk van egy oktató ismerősöm, nem túl sokan járnak hozzá, nem azért, mert nem tudja, hanem van egy kis kör, és tulajdonképpen ő minden nap megcsinálja a joga gyakorlatát azzal, hogy ezzel a néhány emberrel együtt jogázik. Tehát te is, amikor hogy másoknak vagy segítesz Hogyne? saját magadat Ráadásul vagyok olyan önző, hogy mindig olyan témát választok, ami engem érdekel. Aha. És amikor már azt érzem, hogy valamiben kezdek kiégni, akkor, akkor azt elengedem. Például a métisztító szertartásaimat ö, 7 évig csináltam, 13 évig csináltam magamnak egyedül, 7 évig csoporttal, és amikor Második olyan alkalom volt, hogy ilyen kicsit ilyen, na jó, meg, mm -hmm. megint, ez, akkor azt mondtam, hogy ez nem, 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 akkor, a, akkor add át. És akkor az új egyensúly pont mellé van egy ilyen praktikus kis testvér, az új kör, ahol online csomagokat rakok össze, és akkor beraktam egy online csomagba, pont leveleztem egy lányjal, mert hogy ezt tovább is viszik, tovább adják, én átadom a tudásom úgy, hogy, hogy utána mások ezt csinálják, ez folytatják. Mm -hmm. Tehát... Azért a szolgálat mellé én vagyok annyira egészségesen önző, hogy nem hagyom magam kiégni, mert akkor nem tudsz te igazán lelkes lenni. És nem tudsz újabb és újabb dolgokba belekezdeni. Szerinted ma a nőknek mi a legnagyobb? problémájuk. Most nyilván nem tudsz erre egy általános, de mégis látod azt, amikor... De, de, de. Egy idő igen. után nyilván, hogy a ö, többi négyezer levelet megvászoltam, 1500 után ránéztem, már láttam az egész gyökér problémáját. Ö, tehát ami, ami most nagyon dörömböl, az egyik, hogy eljutottunk oda, hogy mi vagyunk az a generáció, akiknél elérte a transzgenerációk, traumák eh, megnyilvánulása azt a kritikus tömeget, hogy uh -huh. itt van már, már ömlik ki. Rengeteg tudatos nőt látok, aki felismeri már a mintákat, hogy ja, hát az a nagyanyám, ja, nálunk ez volt, és ki akar belőle jönni. A másik, ami nagyon-nagyon jellemző, hogy nagyon sokan keresik azt a... Eh, Hivatást, elhívatást elhívódást, ami lelkesítő munka. Hogy mi az én igazi munkám, mi az én feladatom? A, volt pasim, van a pasi, az a gond, nincs pasi, az a gond, ez az alap, ez mindig ott van, ha van az a baj, ha nincs az a baj, tehát van sapka, nincs sapka ha van azért, mert szellemileg vagy lelkek nem fejlődik a nővel, tehát nagyon sok nőtársam érzi azt, hogy elhaladt, és nem partner a férfi, abban a belső munkában, önismeretben, ami igenis az érett felnőtté válás elkerülhetetlen velejárója. És hát nyilván rengeteg a szingli, a párját kereső nő, és rengeteg, aki már le is mondott róla. Én azt látom, hogy van egy és ez is transgenerációs is. Egy olyan mértékű harag és fájdalom a nőkben a, a férfiak iránt, mondom, generációk láncolatából hozva, hogy ezt most nekünk kell pucolni, nekünk kell lerakni. És az a része. Megtransformálni. Az a része, ami ugye itt hát durván. 150, 100, 200, szűken 200 év, ugye, hogy a női egyenjogúság és hogy a nők ja, végre igen. szól. szó. Hát, tehát ez, ez, a túl... ez egy négy éves munkám eredménye, ez erről szól az új egyensúlyforduló pont a férfi-nő viszonyában. Mert hogy körülbelül az fordulóra jutottunk el a patriarchális időszaknak a megélésének a legvégére, tehát hogy lejárt. A lejárt az azt jelenti, hogy lehet benne maradni, és benne is maradnak sokan, akik főleg eh, akár az én X-es generációm, de főleg az anyám a baby boomos. Ők már nem fognak változtatni, ők már nem tudnak. Ők uh -huh. már annyira beleszakadtak ebbe az aláfölérendelt játszmába, hogy nem is nem is látják, hogy ez egy játszma. hogy egy egy szűk szerep játékban egyik is <laughs> maszkban és jelmezben vannak. De hogy ebből, ebből, kijönni és ezt lebontani, na ez még egy nagyon komoly feladat, mert hogy minden véglet úgy működik, hogy eljutunk valaminek a, valamilyen végletnek, és hát nyilván egy alá fölé rendelt játsz ez az egész patriarchális, ezt sorolhatnánk mindenféle szemszögből, hogy egy véglet volt, Átfordul és megjelenik a másik véglet, mert véglet mindig véglettel jár együtt. És nyilván látom a, a rengeteg kiszabadult nőben azt a, azt a szabadságvágyat, ami, ami sokszor igen, nem, nem az aranyközéphez közelít. Van és erre egy kifejezés, hogy a nők törnek föl, mint a gejzér, uh -huh. mert, mert eljutott a kritikus tömeg a végéig. És mondok egy konkrét példát csak, hogy ezt az egyensúlyra törekvés törvényt jobban érzékeltessem hogy ezt még a 2011-es négy éves kutató munka van a könyvben, tanulmányokban írtam le, hogy ugye a bolonyai egyetemre 700 évig nő csak takarításon kívül más funkcióval nem tette be a lábát. Ez egy véglet. Nyilván az, hogy nők nem tanulhatnak titokban, férfi jártak orvosi egyetemre, stb. Oké, okay, ez lejárt. Ennek, ha azt mondjuk, hogy egyik véglet a másik véglet, mi a másik véglete? Az, hogy jelenleg a felsőoktatásban tovább tanulók több mint 60 a nő, mindenütt a nők a szorgosabbak, a jobb tanulók. Ez nem azt jelenti hogy feltétlenül, hogy okosabbak is, de a szorgosabbak is a jobb, jobb, tanulók. Tehát Magyarországon most, ha 100 diákot veszünk, akkor abból 64 nő, az azt jelenti, hogy marad 36 férfi, tehát 28 nőnek már nem jut vele egykorú diplomás partner most Magyarországon a fiatalok között, 100-ból 28, vagyis hát 64-28-nak az óriási arány. Ez külön egy beszélgetést még igen, meg egy beszélgetésnek Igen, ez egy külön Mert az is itt villog bennem, hogy azért micsoda a felelősség az, amikor te nőkkel. Olykor valószínűleg, mikor először hozzád mennek az esendősége, az önbizalom hiánya, a tudásvágy és most sorolhatnánk, hogy még mi mindenért fordulnak hozzád, és hogy a te hatásodra valamilyen úton elindulnak. És ebben biztos, hogy nagy felelősségtudat Olyan. kell, hogy legyen benned, vagy felelősségérzet kell, hogy legyen benned, hogy amit adsz, az neki... Tényleg egy tovább hívő, emelő. Hát emiatt most ez a nyáron csak kettő tábor csináltam, egyet Erdélyben, csak nőknek, a másikat itthon, mert nekem ezt hetek, amíg fölkészülök, nem csak a tematikára, mert mindig van egy tematika, amit ráadásul én a menemelő klárika precizitásával órára lebontva van, egy, van forgatókönyvem, mert rengeteg eszköz van a kezemben. Nem, nem hogy rengeteg, és itt most... Ki mit gondol, mindenki azt gondol, amit akar, de megkockáztató, hogy Magyarországon ilyen sok eszközzel nem is tudom, hogy hányan dolgoznak még, csak hogy erre is mondjuk egy példát, a tavalyi haladó táboromba eljött négy integrál akadémián végzett nőtársam, és megmondták, hogy ők azért jöttek, hogy megkóstoljanak, meg hogy tanuljanak, meg hogy kíváncsiak rám, és minden négy úgy ment el, hogy azt mondták, hogy wow, hát ők nem gondolták, hogy egy, ennyiféle szempont, ennyire, hogy ez még az integrálnak is az integrálja, tehát én hanggal, testtel, szimbólummal, kártyával, a térrel, Légzés technikákkal, bodywork-el, testmunkával, tehát mindennel dolgoztatok, nagyon-nagyon feszes, nagyon megvan a koncepció, amellett mindig van improvizáció, mert az egy dolog, hogy én kitalálok valamit, a tér elvisz, tehát a lényeg az, hogy nem csinálok belőle sokat, mert én is tudom, hogy óriási felelősség, óriási munka, hatalmas rákészülés, utána ö én napokig, hetekig bontom le, hihetetlen elfáradok. Úgyhogy ö, teljes alázattal, én, tehát én ha valamiből belállok, én, én egy vulkán vagyok. Ö, ö, a mostani tábor 28 főből ö, több, mint a fele 17 visszatérő volt. Tehát ez önmagában elmondja, Igen. hogy visszajönnek, és, és tényleg elindulnak változások. Kétféle gyógyító van az egyik, amelyik lassan és hosszú távon dolgozik, és, és belemegy mélyen folyamatba, ez, ez, általában egyéni munkában. Nagyon nagy respekt, nagyon nagy tisztelet. Én az a típus vagyok, aki rövid, intenzív, és majdnem, hogy azt mondanám, hogy megy valaki egy, egy úton, és át tudom rakni egy másikra. Viszont utána kapnak feladatokat, további gyógyítókat, útmutatás, tehát én még akkor egy kicsit abajgatom a csoportot, mi van egy Facebook csoportunk, van ennek egy neve, elküldök technikákat, gyakorlatokat, mit javaslok, mit csinálj, merre menj tovább, további tehát gyógyítók. Tehát nem hagyom teljes, nem. nem hagyom magára őket, tehát kapnak egy, és, és egy iránymutatást, hogy egy akkor most... igen, igen, hogy merre, nem? hogyan tovább, mert hogy nyilván azt meg beláthatjuk, hogy ezt nem lehet elvárni, hogy mindent más csináljon meg helyette. Így helyett így is nekem az egyik hibám, és ezen dolgozom már egy ideje felismertem, hogy helyettük is akarok néha Aha. csinálni. Ez nem jó. Ez nem jó. Igen, nem jó. Nem Ez jó. a túl. Túl. Tehát, hogy nekem, én nagyon régóta dolgozom a muhúságomban, mert mohóság nem csak azt jelenti, hogy nem tudom, két tiramisz, na jó, egy tiramisztó helyett hármat tolok be, hanem azt is jelenti, hogy túl ad az ember, Igen. túl sokat akar adni, Igen. elvenni, megélni, halmozni, tehát, hogy ez Igen. nekem egy kemény menet magammal. Ugye, hát főleg a nők, nőkkel foglalkozol, ugye? Igen. Férfiaknak még sose csináltál ilyen... Csak férfiaknak nem, de hál' Istennek egyre többen hozzák a párjukat, sőt már néha volt olyan, hogy önállóan is eljött férfi. Hát, de az idei nyári figyelj, ha is jött önállóan Ha valakik elveszettek, férfi. ha valakik elgyámoltalanodtak, hát igen. Nem? azok a férfiak. a férfiak. Persze, Egészség egyértelmű. szempontból, életkor... Tehát ugye mi, mi, én nőpárti vagyok, szoktam mondani. Egyre több, de, több férfi ugye? kör van, és szerintem a férfiaknak jobb férfiakhoz menni. Aha. Vagy igazán idős nőkhöz, például van egy pszichológus barátnőm, veletkorú, és ő nagyon-nagyon big mamma tyúkanyó típus, Aha. ő nagyon vonza a férfiakat. Valahogy én nem vonzom a férfiakat. Hát mert túl erőteljes. Vagy, akik nálam vannak, vagy. Megérz, meglátják, hogy bennem mennyi. Miért meg szoktak lepődni, hogy mennyire alázatosan, mennyire koncentráltan, tényleg egész lényemből csinálom, és hát mennyire játékosan is, mert azért nálam nagyon sok a nevetésén. Engem nagyon izgat, hogy be tudjunk varázsolódni abba a tudatállapotba, ahol tényleg az az örök gyerek kijön belőled, ami egyébként, uh -huh. úgyhogy milyen csodálatos, hogy ez nem változik. Tehát, hogy emlékszem, hogy milyen volt, amikor nem tudom, általánosban elmentünk egy osztálykirándásra, és most összejövök a... 45-65 éves barátnőimmel, és ugyanaz, ugyanaz a minőség ki tud jönni, mint 13 évesen. Valahogy úgy beszürkül, lelassul, lenyomódik. huncut csibész, én, <laughs> én nagyon huncut és nagyon csibész tudok lenni, és az bennem még ott pezseg. Jó, de sokan Igen. Meg elnyomják Igen. meg, vagy az élethelyzete Ó, én azt nagyon, Na én azt nagyon uh -huh. ki tudom hozni. Én egy ilyen, én azt mondanám, ha lenne eposzi nevem, mint ja. ugye a szép Ilona, akkor én a mágikus felszabad Adító Somita vagyok. Te nagyon szerettél volna színésznő lenni. Háromszor is jelentkeztél. Nagyon komolyan, eminens módon készültél. 200 versen. Igen. Igen. És nem én találtam ki ezt a kifejezést, de szívesen szoktam ezt így előhozni, hogy az ember életében vannak töréspontok. És neked valószínűleg akkor ez nagyon fájhatott, ugye? Nagyon, nagyon-nagyon fájt, igen. Na de gondol, mert ezt is mindig hozzáteszem, mikor így a hallgatósággal beszélgetünk, hogy ha most mindenki végig gondolja a legsúlyosabb töréspontjait, egész biztos, hogy az esetek 99%-ában valami jobb következett. Tehát gondolsz arra, hogyha időnként legalábbis, hogy mondjuk felvettek volna a színművészetire, lett volna belőled egy tragika, vagy, vagy nem tudom, lehet, vagy hogy... Komika én, vagy inkább. komika hát komika, most igen. ki tudja. Már régesség saját színi tanudám lenne. Régesség <laughs> saját színi tanudám lenne. Tehát, hogy én azt a fajta mellőzöttséget, hmm. kiszolgáltatottságot, amit egy színészt megél, nem bírtam, nem tűrtem volna. Tehát, hogy én mindig a saját lábamon álló, állandó magamat kitaláló, self-made woman fajta vagyok. Tehát, amikor például most ugrok egyet, jött a COVID, akkor én nem malmoztam, hanem én olyan mennyiséget dolgoztam, amit nem is tudom, hogy előtte is, de valahogy a COVID biztos benne volt egy ilyen. muszáj csinálni valamit, érzés is akkor kezdtem el a új körös online kurzusaimat, akkor legyenek online csomagok, legyen online oktatás, akkor legyen új weboldal, akkor legyen a segítek egy családot.hu oldalam, az például a szolgálat. Ó, hát erről nem is beszéltünk, hogy komoly igen, szolgálat. Igen. Ez is. É, tehát, hogy ak akkor is kitaláltam volna magam, és nem a szerepre váró, ö, innen oda sodródó színésznő lettem volna, ebben biztos vagyok hogy végül is mindenkinek lehetősége van arra, hogy megcsinálja magát, hogy valamit kitaláljon, valamit átadjon, hogy csináljon egy olyan, nem tudom mellőzött színész vagy, akkor amit tanultál a színművészetén, csináld kis csoportot, add át azoknak, akik... Legyen saját kis amatőr színpadod, ahol képződni vágyó fiataloknak adod át a tudásodat. Most csak ez egy ötlet volt. Uh -huh. Tehát, hogy mindig lehet valamit kitalálni. Tehát én ott is a jéghátán megillő mazsoli <laughs> lettem volna. <laughs> És hogyha most összehasonlítanád, hogy színészként, tanoda, tanodával, és nem tudom, vagy a jelenlegi életedet, melyiket választanád? Én nagyon hálás vagyok ezért az életért, és ahogy mondtam, én csinálom a mixet, hogy, hogy ebben mi legyen, mi ne legyen. Tehát most például egy nagy szívszerelem folytatódik. Az első olyan feladatom, amikor képzeld, hogy konkrétan álomban jött le, 2019 tavaszán álmodtam azt, hogy azt mondta a belső hang, Kristály tisztán, hogy 2020. 02. 22-ére hívj össze legalább 200 nőt, és kezdjétek el az érzelmi testben levő férfiak iránti haragot, és rengeteg fájdalmat lebontani és átalakítani. És fölkeltem reggel, az volt az első, hogy megnéztem, hogy ez milyen napra esik. Ha nem szombat, jó. És onnantól végig csak kérdeztem az információt, kaptam, és aztán végig is úgy döntöttem, hogy nem 200 lesz, hanem több. Ez akkor 600 nővel csináltam, de valójában 808 nő teremtő ereje a rendezvény neve, és erre már megvan a, a helyszín, már leszerződtem a... a 2024 02 az megint szombat, ráadásul új hold, ráadásul a férjem 66 szület, szülne, én ugye 66-ban születtem, 2024 az egy 8-as év, 02 24 as Ugyanúgy, ahogy az előzőről készült egy film, ez már 99%-ban megvan erről is szeretnék. És akkor ehhez lehetnek ott. Elkező. Egy ilyen helyzet. Majd mutatok helyet, hamarosan indul. Mert ugye mondtam, hogy négy weboldalam van, és hamarosan indul a 808.women.hu és a mamag és a shop.hu és ott a 808nő.hu-n szépen lehet látni azokat a videókat, hogy milyen az, amikor 600 nő és spirált alkotva mm. együtt transzol, együtt lélegzik, együtt enged el, együtt szívbe, együtt teremt, az a hatalmas, egy megrészegítő teremtő erő. Mm. És akkor emellett ugye a színésznőnek is adok, mert a nyáron a Művészetek Völgyében Kapolcson volt egy most elindult, nagyon, hát szerintem nagyon izgalmas, hát nem is tudom, előadás. Soma summarum, dallam gyöngyikékre fűzve, férjel fűszerezve. Tehát az életem azon részeit summázom, ami pont arról szól, amit most te mondasz, a transformáció, amikor egy fájdalmat, traumát, nehézséget hogyan alakítasz át, vagy mivé alakul át, vagy mi hasznod lesz abból az egykori fájdalomból. Uh -huh. Ez izgat nagyon, mert én biztos vagyok benne, és ilyen magyar nyelv csodálatossága, hogy... Ha megértem arra, hogy megértsem, hogy minden értem való, akkor már nem sajnálod azt, hogy mi történt hogy a múltban. Így. Úgyhogy, tehát ilyen koncepció szerint az életem történéseit sumázom, amit a férjem kommentel, jó kis szarkasztikus, Módon. ugye itt én bekapcsolom szintén az önironikus, önreflektív, tehát vicces is, játékos is, szórakoztató is, és akkor mindig egy zenei blokk vagy szám jön utána, amit mi írtunk, ami odavaló, és akkor ezt szeretném még egy kicsit feltorbózni színháziasabbra, mm. hogy legyen egy ilyen zenés, de mégis itt már egyben van a gyógyító, a tanító, úgy szoktam mondani, hogy a gyógyművésznő, igen, szóval, e, igen, úgyhogy végül is megélem én, ha annyira akarom azt is. Hogy viszonyulsz ahhoz, ha kiderül számodra, hogy valaki nem elfogadó, irántad. érzek vele, mert valójában három dolog van a világon, ugye ez klasszikus, én dolgom, ő dolga, Isten dolga. Én már eljutottam rég oda, hogyha én nem jövök be valakinek, akit én sose bántottam, az nem az én dolgom. Tehát, és ez nekem már, már nem csak duma, hanem tényleg élem, mm -hmm. É, és ebben nagy tanító volt a Megasztár, ahol valamiért a főszerkesztőnk Csényi Kati kérte tőlünk kifejezetten, hogy mi nézzük a tv 2hu való kommenteket, hogy mit kapunk. És ott ugye ezelőtt meg húsz évvel, amikor még még inkább egy indulóban volt az internetnek ez a szabadszájú bárkinek bármit beszólhatok, álnéven, arc nélkül, ez név azóta nélkül. Csak rosszabb lett, igen. És én akkor szembesültem, hogy Úristen, én ennyire megosztó személyiség vagyok, én ezt váltom ki az emberekbe, engem. és ezt engem szorongással töltött el akkor. Tehát nagyon sok álmatlan észtak a fájdalom, az a, a, még most is emlékszem arra, az összeszorító gyomorérzésre. És... Ö, Viszont ez meg egy nagyon jó kis edzőtábor is volt, mert bizonyos szempontból tudatosított, más, másrészt deszenzitivizált, tehát elérzéketlenített, mert amikor már a 242. Eh, eh, dag, dagat, eh, várjam, és dagat kurva téged a halál előbb-utóbb, ha ilyet olvasol, akkor már, 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 érzéketlen vagy rá, leválik rólad, mint alvat az újadról. És nyilván, meg tudatos emberként tisztában vagyok vele, hogy az a gyerekmondás, hogy aki mondja másnak, az mondja magának, az arról szól, hogy ez egy tükörvilág, és ha valaki irritál, az bizony a benned levő árnyékot tükrözi vissza. Tehát ez róla szól, és tudom, hogy már kevésbé vagyok megosztó, amióta sokat szelidültem. De őszintén, amikor még most is kapok egy-egy szaftosabb, de hülye ez a, akár, akkor már nem, hogy nem érint meg, hanem így arra gondolok, hogy hogy milyen hosszú út áll még előtted, amire amíg rájössz arra, hogy ez a bocskondiázás, ez csak magadnak árt, mm. mint valami szürke, hát, kocsonyás lé, mm -hmm. ereszted magad mm -hmm. köré mm -hmm. és saját magadat mérgezed vele. Sok mindenről beszélgettünk, hihetetlen energia van benned, és... Te, tevékenység és tevékenység. Jó, így, jó, így Igen. is mondhatjuk, ilyen szép irodalmian. De hát azért neked van két gyereked. Van ugye a férjedről többet hallani, aki hihetetlen szeretettel, elfogadással, Igen. és valószínűleg ez abszolút kölcsönös. De a két gyereked, hát mennyi jutott ennek a két gyereknek az anyukájukból? Ez az egyik kérdésem, a másik meg az, hogy hogy mindez a tudás és, és emberek ezreinek segítesz, hogy a két gyereked ebből a tudásból visz valamit tovább? Amikor a gyerekeim 9-10 évesek lettek, akkor én voltam olyan bátor, hogy kibéreltem az Andrási út 8 szám alatt egy picikis kis lakás, lakást, leány és én minden héten két napra elmentem, mert én rájöttem arra, hogy tehát nekem túl sok hét napból hét napig anyának lenni. És ráadásul, mivel a férjem akkor is és most is lejárt heti két-három napra Debrecenbe, valahogy lám jutott akkor több feladat. És ő úgymond adósom volt nekem ezzel az idővel, és hát olyan nagy vonalú is, amikor mondtam neki, hogy nekem kell egy lánylakás. ó, ezt egy évig mondogattam, képzeld el. Hát mert az elve bátorság. eleve bátorság, ne bátorság kell, és a szokásos, ja, pont ahogy ne sárkányosodjunk el könyvemet, nem hoztam, de neked az nem <laughs> kell, <kert gül> drágám. De, de, pont azt kéne. Na, nem. <gül> <gül> Igen. Amikor már észrevettem, hogy bizony itt a sárkányosodás vastagon megjelent, akkor egy nap a fiam elé állt, azt mondta, anya, nem mondogass többet ezt a leánylakást, vagy valós is meg, mert már cikki vagy. Vagy nem beszélsz róla, vagy megcsinálod. És akkor pont másnap jött ez a remek kis lakás, és nagyon-nagyon jól járt a család azzal, hogy én öt napig lelkes anyuka voltam, de már nagyon vártam azt, hogy jöjjön az én időm, ami sosem volt. 35 éves koromban volt ez, ugye? És mivel... Egy évvel után nem születtek a kistestvéreim, tehát én, én utána felköltöztem Budapesten, öregeket gondoztam. tehát soha nem voltam magammal. És mm -hmm. azt, azt a varást, hogy beősz egy székre, szemben volt a bazilika, és öt órán át nézem a lemenő nap vízfényében a bazilika kupoláit és apró részleteit, miközben nem tudom, szőlőt szemerkélek a saját időmben, és akkor kelek, amikor akarok, és a magam ritmusában kezdem a naplóírást, és senkire nem kell figyelni. Tehát én enélkül nem lettem volna az az autonóm gyógyművésznő, vagy akárminek is utolálom magam, ami lettem, és hogy emellé kaptam egy olyan megértő családot, aki, aki eh, nem csak úgy tiszteletben tartotta, hanem támogatta is ezt, és akik maguk is rájöttek arra, hogy sokkal türelmesebb lettem, sokkal tehát azok a ciklonvégletek, eh, mm -hmm. meg, meg tünetek, amik addig jelen voltak, megszűntek. Szóval, hogy ők is hálásak lettek. Tehát eh, Egyébként kamasz volt a fiam, amikor elém állt, és akkor így mondta, azt mondta, anya, ugye te tudod, hogy te sok vagy. Mondtam, igen, sok vagyok, de látott, mondom, milyen jó, hogy megszervezem magamnak és meg nektek is, hogy ne kelljen mindig együtt lenni. És ők is nagyon erős, autonóm emberek lettek, nagyon szép kiegyensúlyozott emberek, mind a kettő tartós párkapcsolatban él, amit azért fontos, hogy elmondjak, mert szerintem, tehát látom, hogy a fiataloknak ez most nagy gond, hogy, párt találjanak, és elismerjenek köteleződni. És a Hanna tavaly házasodott, 9 év után, nagyon szép házasságban él a. 30 éves de. Hanna, igen, uh -huh. 20 évesen találta meg a párját, és 9 év után tavaly megházasodtak, pont uh, most vannak nyaralni, nálunk a kutyájuk mindegy, a fiam pedig 5. éve van egy nagyon uh, okos, bölcs uh, nagyon helyes lányjal, akinek tervezi, hogy megkéri a kezét. Szeretik, amit csinálnak, kiegyensúlyozott emberek, jó párkapcsolatban élnek, és, és, volt idő, amikor igen, szememre hányták, hogy hát én azért sok vagyok, meg furcsa vagyok, meg különleges vagyok, de ezeket mindent át tudtunk beszélni, mindent, de mindent. És amikor az kellett, hogy legyen egy külső segítő, hogy átbeszéljük, akkor, akkor elmentem, volt, hogy elmentem a fiammal a pszichológushoz. Én. És, és volt olyan, hogy egy külső személy segített mediálni, hogy mi fájt neki, vagy mi esik rosszul, tehát, hogy mi ezen dolgoztunk. A másik, hogy ők ugye kiskoruktól abban nőttek bele, hogy én nagyon megszerettem a kineziológiát, olyannyira, hogy 29 éves koromtól 17 éven át minden hónapban oldattam magam is, és őket egészen picike koruktól rajtam keresztül oldotta a kineziológus, és amikor kamaszok lettek, már maguk kérték, a lányom mind a mai napig jár, de kamaszkorukban maguk mondták, hogy anya, jelentse be a kineziológushoz, mert feszültségek vannak bennem. A fiammal voltak vitáim, hogy amikor, nem tudom, mandul a gyulladás, stb. kisfiamével vagy torkig, folyik a taknyolod, elfolytott sírás. Anya, van olyan, hogy megfáztam. -e? <laughs> de édes. Én mondom, nem, Lázár, nincs olyan. <laughs> Jó, anya, te ezt gondolod, én ezt gondolom. Tehát az ilyen viták voltak, de nagyon-nagyon a szeretet, nagyon-nagyon. Tehát, hogy mi minden mai napig úgy kommunikálunk, hogy ki is mondjuk, tehát ölelés, tehát nekem fontos szeretetnyelvem az érintés, és hogy ki is legyen mondva, verbalizálva is van. Nagyon szeretlek, szeretlek, puszi, puszi, matricák, szívecske. Mered azt úgy kimondani, hogy ahol életedben most tartasz, hogy elégedett vagy az életeddel? 95%-ban elégedett vagyok az életemmel, és azt a maradék 5% baszogató ént, bocsánat, hogy így mondom, de nem tudom szebben mondani, mert rakik bennem egy ilyen baszogató. És most vele ezzel az árnyék énemmel van egy hosszabb belső munkám, mert pontosan tudom, hogy nem attól leszek, nem tudom, produktívabb, hasznosabb, értékesebb, mert az akarok lenni, ezt ez már nekem már nem, már nem az akarás szintjén vagyok. Ez, ez egy régi beidegződés, plusz ez egy picit a korszellem is. Tehát annyira presszionálva vagyunk erre a teljesítményorientált életre. Ezt a lányom egyébként pont tegnap, hogy adták le a kutyát a nyaralás előtt, mondták, hogy Anya, ti generációtok mániákusan azt hiszitek, hogy állandóan teljesíteni kell. Ja, és hasznosnak is kell hagy, lenni. Hagyjuk, mert akár én is mondhatnám ezt, hogy pont ilyen vagyok, hogy felhívom este a hugomat, hogy te én ma semmi hasznosat nem csináltam. Szegnye. Szóval ez borzasztó. De engem nem is a külvilág, hanem én bennem van mindig ez a vágy. Soma drága, nagyon örülök, hogy itt voltál. És életünkben talán először sőt, először Igen, beszélgettünk Igen. így ilyen hosszan én nagyon élveztem ezt a beszélgetést és bízom benne hogy a nézők legalább ennyire és akkor így végül szeretnék egy kis ajándékcsomagot neked Most átadni kedves. a támogatótól a Finklub van benne. Ó ezt nagyon szeretem ezt pakolásként mindjárt odaadom. Hmm. Ez egy nagyon finom aloe vera hmm. gél hmm. ez frissít és hát Figyelj, ehhez az energiához kapsz egy kis ilyen vitamin Ó, tablettát, úgyhogy használj! Ó, de jó, de köszönöm. Jó, de jó, multivitamin, no, térémek, kencék, kényeztetés. Köszönöm. Igen, erre szükségünk köszönöm. van, úgyhogy örülök, köszönöm. hogy köszönöm. itt voltál. Önöktől is lassan elköszönök. Örülök, hogy ma is velünk tartottak. De mielőtt végleg elköszönnék önöktől, egy programra hívom fel a figyelmüket. Október végén, 27-28-án lesz a Senior Plus Expo. Ez egy kifejezetten nyugdíjasoknak szóló, nagyon mozgalmas, izgalmas, változatos program Budapesten. Lesznek szórakoztató programok, lesznek ingyenes egészségügyi szűrések, lesz mozgássarok, de nem sorolom. Inkább jöjjenek majd el, jegyet már most is lehet vásárolni. Ha tíznél többen jönnek, akár még akciót és kedvezményt is kapnak. Úgyhogy a következő adásban is, és ebben a programban is tartsanak majd velünk.